Jó estét kívánok! Köszöntöm a Tóth TV Napvilág című műsorának valamennyi nézőjét. Kérem, tekintsék meg mai hírösszefoglalónk főbb eseményeit röviden. A Velencei tó térségében is az igenek győztek. Kistérségi költségvetés és szúnyoggyérítés. Áfész tüntetés. Felszámolnák az illegális hulladék lerakó helyeket. Jótékonysági vásár az ország zászlóért. Megkezdődött a megyei labdarúgó bajnokság. Eredményes volt Gárdonyban és Velencén is a március 9-én megtartott ügydöntő népszavazás. A választópolgárok több mint fele szavazott mindkét településen. Az Országos Választási Iroda adatai szerint Gárdonyban 7570 választásra jogosultból 3910, Velencén a 4240-ből 2137-en szavaztak az országos népszavazáson. A kórházi napidíj kérdésére Gárdonyban az igent 3130-an választották, míg Velencén a szavazók több mint 78%-a. A vízidíjról is hasonlóképpen döntöttek a választók. Gárdonyban a szavazók több mint 78%-a, Velencén több mint 75%-a nem akar vízidíjat fizetni. A tandíj kérdésére 3121-en mondtak igent Gárdonyban. Ez azt jelenti, hogy a szavazók 22%-a gondolta úgy, hogy a felsőoktatásban szükséges a tandíj fizetés. Velencén a választók több mint 24%-a, 514-en mondtak nemet az ügydöntő népszavazás harmadik kérdésére. Több mint 1 milliárd. Elfogadták a települések a Velencei tó környéki több célú kistérségi társulás idei költségvetését. Megtárgyalták és elfogadták a kistérséget alkotó települések polgármesterei a kistérségi szervezet 2008. évi költségvetését. Tudtuk meg Szabó Krisztinától, a Gárdonyi Kistérségi Iroda megbízott vezetőjétől. A Velencei tó környéki több célú kistérségi társulás idei költségvetésének fő összege közel 1 milliárd 130 millió forint, amely tartalmazza a kistérségű fenntartású iskolák költségeit is. A büdzsé készítésekor figyelembe vették az állami normatívákat és az óvodatársulások okán lehívható kiegészítő normatívákat is. A tervezett északi oldali kerékpárút pályázatának őrészét 85 millió forintot is betervezték a 9 kistérségi település képviselői. Két pályamunka érkezett a kistérség szúnyoggyérítésére kiírt közbeszerzési pályázatára, de a Gergelyért a hivatalos megfogalmazás szerint a kirívóan alacsony ellenszolgáltatás miatt kizárták a pályázatból. A szúnyoggyérítéssel a Korax Bioner ZRT-t bízták meg. Tüntettek a Velencei tó környéke Áfész tagjai. A szövetkezet néhány tagja, az Áfész és annak többségi tulajdonában lévő Tókop ZRT vezetőségének több döntés ellen tiltakozott. Az egyik legnagyobb problémát az jelenti a szövetkezet tagjainak számára, hogy az ERT közgyűlések 2007 őszén szavazat elsőbségi úgynevezett aranyrészvényt szavazott meg az Áfészt és a ZRT-t is vezető Szabó Lászlónak. Tudtuk meg dr. Gál Zoltántól, a tagok által felkért jogásztól. A részvény nehezíti a szövetkezet működését, tette hozzá a jogász. Ennek az aranyrészvénynek a jogai az alábbiak. Saját magát nem lehet visszahívni, helyére más kinevezni, bérét módosítani, csak a saját igen szavazatával. Ugyanez vonatkozik minden igazgatósági tagra, felügyelőbizottsági tagra, illetve a könyvvizsgálóra. Ezeket is csak Szabó László szavazatával lehet visszahívni, helyükre más kinevezni, illetve bérüket módosítani. Ugyanilyen vétójogot kapott az alapítókirat módosítására, illetve minden olyan kérdésben, amit a törvény vagy az alapító okirat a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. Erről a aranyrészvényről se a tagság, se a küldöttek nem tudtak. Szabó László nem kért felhatalmazást se a tagságtól, se a küldöttektől, amikor ezt a részvényt a szövetkezet nevében magának megszavaztatta. Szabó László, a Tókop ZRT és a Velencei tó környéki Áfész vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy az aranyrészvény nem az Áfészt, hanem a ZRT-t érinti. Ha a szövetkezeti tagok a távozását követelik, akkor lemond vezetői pozíciójáról, tette hozzá az elnök. Ami az aranyrészvényt illeti, az pedig a Tókop RT részvénytársaságnál van az aranyrészvény, amit a december 17-i közgyűlésén, a Tókop RT közgyűlésén a jelenlévők
szinte ellenszavazat nélkül megszavaztak, összesen két ellenszavazat volt erre. Az egyik, aki önnek ezt a kérdést feltette, a másik pedig egyik családtagja. A többiek pedig egyhangulag egyetértettek ezzel, hogy egy úgynevezett szavazatelsőbségi, hát zsargonul azt mondják, hogy aranyrészvény, tehát egy szavazatelsőbségű részvény birtokosa legyek, és ennek egyetlen egy logikája van, hogy ezzel a részvénnyel megakadályozhatom, ha szükséges, hogy a szövetkezet vagyonát illetéktelenek szétszedjék. Dr. Gál Zoltán, a szövetkezeti tagok jogi képviselője elmondta, okirat hamisítás és hűtlen kezelés gyanúja miatt az ügyben büntető feljelentést is tettek. Illegális hulladéklerakóhelyek felszámolására pályázik Gárdonyváros önkormányzata. A pályázatot a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium írja ki. Gárdony belterületén 15, a külterületen pedig 6 illegális szemétlerakót számoltak meg. A város képviselői úgy határoztak, hogy 80%-os támogatásra, azaz 5 millió forintra fognak pályázni. Ha a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kiírt pályázaton nyer a város, akkor a fennmaradó összeget az önkormányzat biztosítja. Ez 1 millió 250 ezer forintot jelent. A pályázat leadási határideje március közepe, a minisztérium júniusig bírálja el a beérkezett munkákat. Jótékonysági vásárt szervezett a Gárdonyi Agárdi Polgári Körök, Agárdon. A bevételt az országzászló felállítására fordítják. A jótékonysági vásáron a polgári körök tagjai árulták azokat a portékákat, amelyeket felajánlottak a városlakók. A vásárnak az agárdi Mixelt Kálmán utca adott helyet. Az árak 100 forinttól 500 forintig terjedtek, a vásáron 60 ezer forint gyűlt össze. Az összeget országzászló állítására fordítja a Gárdonyi Agárdi Polgári Körök. A zászlónak Agárdon lesz helye. A sport előtt még egy kulturális hír. A március 16-án 19 órára meghirdetett húsvéti hangverseny helyszíne megváltozott. Az új helyszín a Gárdonyi Katolikus templom lesz. És most következzenek a sporthírek Bodri Évával. Jó estét kívánok! Köszöntöm a Sportnapló nézőit! A március bal szerencsével kezdődött a bowlingosoknak és a labdarúgóknak egyaránt. 5 bukott meccs. Veszni látszanak a bajnoki álmok a Szuperligában. Március első hetében Budafokon játszott az Agárd Székesfehérvár Bowling Club csapata, ahol 6 mérkőzésből 5-öt elvesztettek. A vereség sok esetben csak az összpontosításon múlott. A forduló játékát még nehezítette a tudat, hogy a javításra már csak 2 lehetősége van a csapatnak, lassan ugyanis véget ér a szuperligás bajnokság. A dobogóról lecsúszott együttes nem adja fel, hiszen a következő fordulóra Győrben kerül sor április elején, ahol még bármi megtörténhet. Sikeres ősz, gyenge tavaszi kezdés. Az őszi bajnokság győztes csapata vereséggel a tarsójában tért haza. A velencei labdarúgó csapat Kislángon játszotta első mérkőzését, ahol 3-1-es vereséget szenvedett. Az első velencei gól a 13. percben került a kislángiak hálójába. Fél időre a vendégek hevessége leapadt, így egyenlíthettek a hazaiak. A második és a harmadik gólt már nem tudta ledolgozni a vendégegyüttes, így az eredmény Kisláng Velence 3-1. A következő mérkőzésre Velencén kerül sor március 15-én, amikor is az őszi bajnok a Bicske csapatát fogadja majd. Egyéni hibákon múlott a dinnyési labdarúgó csapat veresége. A dinnyési labdarúgó csapat a tabella 7. helyén álló Lovas Berénnyel küzdött a tavaszi forduló első mérkőzésén. A csapat elnökétől, Balogh Sándortól megtudtuk, hogy a rossz teljesítmény a kapott 2 gól egyéni hibák eredménye volt. A bajnokság következő fordulója vasárnap, szintén idegenben, az első helyen álló Csákvár ellen lesz. Különleges sporták utánpótlás versenyzői a VVS-iben. A nagyokat a kicsik követték, hogy megmutassák, ők is legalább olyan jól tudnak húzni. Március első hétvégéjén került sor a dunántúli evezős utánpótlás ergométer bajnokságra. A házigazdának a győri, az esztergomi és a mosonmagyaróvári klubokkal kellett versenybe szállniuk. A 11-14 éves gyerekek versenytávja az életkortól függően 500 és 1500 méter volt. Az agárdi sportiskolások közül a 14 évesek között Kis Boglárka első, Horváth Péter harmadik lett. A 13 évesek között Szabó Petra és Vábosi Benjamin a negyedik, illetve a hatodik helyen végzett. A 12 éves Wagner Oliver bronzérmet szerzett.
A 11 évesek között Olá Sára és Borsányi Gábor a második, míg Vámosi Vivien a harmadik helyen húzott a célba. A rendezvény az edzők versenyével ért véget, ahol a VVS is edző Bátor Tamás remekelt és magabiztosan győzött. Sporthíreink végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A napvilág végén munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!